Talán nem mondanék ki mindent, amit gondolok, de meggondolnám azt, amit kimondok. A világnaphoz kapcsolódó idézetekből nincs jó, ami jó. És zenéből állt az Implom iskola növendékeinek műsora. Ráirányítja figyelmünket az élet értelmére, a boldogság lehetőségeire, az egymást támogató szeretetre, a megismételhetetlen percek, szavak jelentőségére. A programot papírcsíkokból készült képekkel tették teljessé Kolozsi Ildikó tanítványai. Reménnyel és szívvel kapcsolatos képeket csináltunk quilling technikával, amit Ildikó néni mutatott meg nekünk még tavaly, és magunkról kezdtük el csinálni, hogy a technikát, hogy csavargatni, és egyre több fajta trükköt tanultunk meg, hogy lesz ebbe a kép. Pontos mindazoknak a munkája, akik a betegeknek ebben a helyzetében a legfőbb támaszt adják. Petrócki Zoltán tankerületi igazgató azt mondta, hihetetlen módon fejleszti a gyermekek személyiségét, ha megismernek beteg embereket. Ez elválaszthatatlan része az életünknek, és a beteg ember még nagyobb törődést igényel, mint az egészséges. Hiszen egy másfajta lelkületet, másfajta viszonyulást kíván mindazoktól, akiknek a környezetében beteg emberek vannak. Különös érzéssel fordult a betegekhez, talán ez lehetett Nemes kezdeményezésének az eredője. Kovács József, a kórház főigazgató főorvosa, a világnapot létrehozó II. János Pál pápára utalva azt mondta, az ellene elkövetett merénylet után különösen nagy gonddal fordult a betegek felé. A lelki szenvedés is hozzátartozik a testi szenvedés mellett az ember életéhez és a betegséghez, és sikeresen gyógyítani csak akkor lehet valakit, hogyha nem csak fájdalomcsillapítókat adunk, nem csak elvégezzük a megfelelő szakmai beavatkozásokat, hanem a beteg lelkével is foglalkozunk, a betegek lelkével is foglalkozunk. A Pándi Kálmán Kórház 2200 munkatársa egy évben közel 40 ezer fekvőbeteggel foglalkozik. A gyógyító intézményben ugyanezen időszakban 2 millióra tehető az orvos-beteg kapcsolatok, találkozások száma.